Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A Magyar Ságkutató Intézet rendezésében sorra kerülő rendhagyó kötet bemutatóra. A kötet bemutató apropóját az adja, hogy közelmúltban jelent meg Nagy L. István kollégánknak, a Magyar Ságkutató Intézet tudományos főmunkatársának a munkája, nem is csekély súllyal és terjedelemmel bíró munkája, a Császári Királyi Hadsereg magyarországi tábornokai 1787-1815 címmel. A kötetet egyébként a Zrínyi Kiadó gondozta, és 2020-as a megjelenésének az éve. Erről a kötetről fogunk beszélgetni a szerzővel, úgyhogy tisztelettel köszöntöm Nagy L. István kollégámat, és beszélgető társaimat. Tisztelettel köszöntöm dr. Horváth Csaba ezredes urat, a hadtudomány kandidátusát, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnok helyettesét. Tudni kell még ezredes úrról, hogy ő a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem egykori oktatója, illetve hát a Károli Gáspár Református Egyetem jelenlegi oktatójáról van szó, és hát ezredes úr a 20. századi magyar és az egyetemes hadművészet kiváló kutatója és ismerője. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy elfogadta ezredes úr a meghívásunkat, és hogy néhány szóban majd méltatja ezt a kötetet, illetve azokra a kérdésekre is választ ad, ami itt a beszélgetés során felmerül. És tisztelettel köszöntöm dr. Lázár Balást, aki a Hadtörténeti Kutatóintézet Hadtörténeti Kutatóosztályának az osztályvezetője. Róla azt gondolom, hogy érdemes megjegyezni, hogy a 18-19. Századi hadtörténet egyik kiváló kutatójáról van szó, és hát nem utolsó sorban az a monográfia, amit például ugye éppen a korszakhoz kapcsolódó táborszernagyról, Krajpárról írt, az korszakalkotó munka, és hát a Habsburg Birodalom zászlai alatt című sorozat egyik kötetének is a szerzője, a Huszárkönyv, ennek az egyik szerzőjét mutathatom be, Lázár Balázs, mint beszélgető társunkat. Azért engedjék meg, hogy Nagy Rutenberger Istvánról, Nagy L. Istvánról is néhány szót szóljak, hiszen csak az előbb még csak annyit mondtam róla, hogy a Magyarság Kutató Intézet Történeti Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársáról van szó, de hát azt gondolom, hogy az ő hadtörténeti, történészi, muzeológusi pályája a korszakkal foglalkozók előtt mindenképpen ismert. Ugye Nagy L. István 2003-ban szerezte ezeket a diplomáit, tehát a történész diplomáját, a muzeológusi diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karán, és 2010-ben védte meg doktori disszertációját. Ha megengedik, egy nagyon apró személyes élmény, hogy amikor én először találkoztam Istvánnal valamikor a 2000-es évek legelején Szegeden, akkor fiatal egy Napóleon konferencia keretében, akkor nekem már akkor, tehát a nevét ismertem, hiszen az Étászban megjelent a kiváló, azt hiszem, hogy korszakalkot, és mai napig is jól használható tanulmánya az Austerlici csatáról. Tehát a nevét ismerte, a munkáit ismertem, akkor személyesen is tudtunk találkozni, és talán nem árulok el nagy titkot, hogy azóta barátságunk töretlen, most már talán másfél évtizedre nyúlik vissza, sőt, talán még többre is, úgyhogy én mindig kíváncsian és élénken figyeltem az ő tudományos munkásságát, és hát ez a kötet, amiről most beszélgetni fogunk, azt gondolom, hogy ez egy olyan mérföldkő az ő tudományos munkásságában, amely összegzi egyrészt az előző évek, évtizedek tudományos munkáit, ugyanakkor viszont előre mutat és hát megalapoz néhány dolgot. Úgyhogy az lenne először is Istvánhoz a kérésem, hogy mi volt az inspirációja, mi volt az ötlet, ami valójában a téma kutatásához elindította? Hát az inspirációm az nagyon sok helyről érkezett. Alapvetően az volt, hogy
amikor a korszak hadtörténetéről, csatáiról, hadjáratairól olvastam, mindig is szerettem megnézni, hogy ki volt az az adott hadvezér. És a császári királyi hadvezérekről nem nagyon találtam releváns információkat. Én ezzel a témával szerettem volna már a doktori iskolába jelentkezni, viszont akkoriban kezdődött az Osztrák Állami Levéltárban egy kutatás, ami azóta nem fejeződött be, tehát lényegében az megszakadt, de akkor ugye a Zahar professzor úr, mentorom azt tanácsolta, hogy ezt a témát egyelőre ne kutassam, hiszen ott készül egy másik munka. De igazából az inspiráció az alapvetően innen jött, az, hogy a magyarországi tábornokokkal, annak pedig az volt egyszerűen a háttere, hogy amikor egy-egy tábornoknak utána néztem, egyre többről derült ki, hogy magyarországi kapcsolatokkal rendelkezik. Akit én általában emlegetni szoktam, az a Mihály Mélász, egy erdélyi luteránus lelkész dinasztiának a sarja, tehát lényegében hungaros értelemben vett magyar. És nagyon sokról derült ki, és hát végül is a kutatási eredmények azt mutatták, hogy egyáltalán nem alulreprezentált a hungaros értelemben vett magyarság a tábornoki karban. Mindjárt a kötetnek a címe felvet egy-egy kérdést, és talán Lázár Balázstól kérdezhetem, hogy mióta van császári királyi hadsereg? Hát ez egy nagyon jó kérdés. A szakmában erről nincsen egyetértés. Hivatalosan én úgy gondolom az 1740-es évektől beszéltünk Császkaiserli Königlich Arméről, de nagyon, ez egy, magának az államnak is nagyon bonyolult a megnevezése, hiszen itt a Habsburg Monarchia az egy terminus technicus, ilyen nevű állam soha nem létezett, vagy Habsburg Birodalom. Tehát ezt a történészek használják erre a konglomerátumra, ugye, amit gyakorlatilag az uralkodó személye és bizonyos közös intézmények kötnek össze. Ebben az időszakban ez természetesen már egy bevett, tehát császári királyi hadsereg, de sajnos a korszak forrásaiban egyszerűen osztrák hadseregként szokták, tehát akár a franciák, akár az ellenfelek, akár ők maguk, egyszerűen osztrák hadseregnek hívják ezt a haderőt, lényegében leegyszerűsítve a kérdést, és Széchenyi István is valahol a naplójában azt írja, hogy éppen Ulmban szálltam meg, írja valamikor 1820 körül talán, és egy nagyon fájdalmas emlék ez nekem, mint kvázi osztráknak. Tehát Széchenyitől is lehet ilyesmit olvasni. A haderő hivatalos neve egyébként császári királyi hadsereg. Tehát ebben a királyi jelző az ugye alapvetően a magyar királyi címre, bártan a cseh királyságra is utalhat, de azt hiszem elsősorban a magyar királyi címre. Ezredes úr, ön ugye, ahogy említettem, ugye tanította Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. A magyar tisztképzés során ezt a korszakot, ezt tanítják-e az egyetemen? Igen, nagyon jó a kérdés. Magát a korszakot, mivel mi főleg hat történelmet tanultunk, tehát mint tudjuk, azért a történelem az háborúk története, és ha már háborúk történet, akkor hat történelem. A többi az csak viccesen szoktuk mondani, kiegészítő dolog. Ebben az időszakban természetesen nagyon felkészült kollégák tanították azokat a hadműveleteket, amelyek akár a győri csatáig elhúzódtak itt Magyarországon, az utolsó nemesi felkeréstől kezdődően. Tehát magyarul voltak olyan csatlakozási pontok, amelyek természetesen ebben az időszakban is megfelelő módon megjelentek, de az az igazság azért egy kicsit szürke ló volt ez az időszak. Tehát azok a léptékek, amelyek szükségesek lettek volna ennek a könyvben is jelzett időintervallumnak a tanítása, az azért szűk, kicsit szűkösek lettek. Igen, a Nagy István az előszóban éppen említi is ezt, hogy ez az 1711-től, tehát a szatmári békétől egészen ott a 1825-30-ig terjedő időszak, ez azért kevésbé van olyan fókuszban a történeti kutatásban, mint például a reformkor 1845 dualizmus időszaka. Tehát ezért is nagyon fontos ez az időszak. És ahogy én ugye korábban már beszéltünk róla, hogy ugye az én szűkebb területem, ennek még egy kis szűkebb metszete, hogy nagyon egyértelmű volt, hogy 1792 után, 90-92 után van egy szinte negyed évszázad, ami úgy mint a kiesne a történeti kutatás érdeklődés köréből, és ezért is nagyon fontos. De miért pont az 1787 a kezdő évszám, és miért 1815 a záró? Az inkább magyarázható, de az 1787 az egy fontos, érdekes dolog.
Egper ezredes úr is említette, hogy a hadtörténet, az, mint a történettudomány része, az önálló periodizációval rendelkezhet. De még ezen belül is találhatunk olyan témákat, amelynek önálló periodizációi vannak. A császári királyi hadsereg történetében az 1787-es esztendő az egy több mint 2,5 évtizedes háborús korszaknak a kezdete, hiszen ekkor kezdődött el a mozgósítás a török elleni utolsó háborúra. Gyakorlatilag szeptemberben ez már elkezdődött, és már a hadműveletek is megindultak, hiszen tudjuk, hogy éppen Alvinczi vezetésével megpróbálták ekkor megrohanni Belgrád várát. Nem sikerült, de lényegében a háború ekkor már elkezdődött, és éppen ezért választottam a vizsgálódásom kezdő pontjának az 1788-as hadi évnek a kezdetét, ami 87 november 1-je. Tehát lényegében egy ilyen periodizáció adódott a hadseregnek a történetéből és tevékenységéből. És gondolom az 1815. A 1815 az nyilvánvaló, az pedig a magának a háborús periódusnak a lezárása. Ez a hadsereg életében is egy rendkívül fontos. Nyilván azt azért tudjuk, hogy még azért egy-két év múlva érkeztek haza az utolsó csapatok is a franciaországi vagy itáliai megszállásból, de lényegében a háborús periódusnak ekkor már vége volt. Tehát semmi nem indokolná ezt kitolni. Uh-huh. Ugye említettem, hogy érdekes a címben, érdekesek a kifejezések. Engem ez is érdekel, hogy magyarországi tábornokai. Miért nem magyar tábornokai? Hát ez ekkor egy nagyon nehéz és nagyon nehezen megfogható fogalom, hogy ki a magyar. Ugye ennek van nemzetiségi, nyilván van nyelvi, tehát kinek mi az anyanyelve. Bár hogyha már Széchenyről beszélünk, akkor neki nem magyar volt az anyanyelve, sok arisztokratának nem magyar volt az anyanyelve, de hogy ennek ellenére nyilván ő lett a legnagyobb magyar. Tehát ez ebben az időszakban ennek van egy mai értelmen vett hát értelmezése, tehát aki a magyar nyelvet beszéli és a magyar nemzethez tartozónak vallja magát, ugyanakkor van ennek egy tágabb politikai hát értelmezése is, ugyanis ekkor a magyarsághoz tartozást az részben társadalmi hát pozíciót is jelentett, tehát mondjuk egy felvidéki szlovák nemes az nem szlovák nemesnek, hanem magyar nemesnek tartotta magát, Hungarusznak, a magyar politikai nemzet tagjának. Ettől még lehet, hogy a megyegyűlésen latin, ilyen félig kevert német, szlovák és magyar nyelvet beszéltek, tehát felvidéki vármegyékben például ott a kívülállók feljegyzik, hogy rajtuk kívül senki sem értette azt a dialektust és azt a keveréket, amit ott beszéltek. Viszont tehát a magyarsághoz való tartozás, ez a nemzetiségek esetén, itt számtalan tábornokot lehet felsorolni, alapvetően a magyar politikai nemzethez, a magyar Szent Korona tagjának való hát létet jelentette, és erre törekedett a magyar nemzetiségek közül sokan, hogy ezt a státuszt elérjék, tehát kvázi politikai értelemben magyarrá legyenek. Inkább nem magyarrá, tehát hungarusszá lehet, hogy az a szerencsésebb. Néhány évtized múlva ez megváltozik, tehát a 19. század közepére ugye a nemzeti ébredésnek, ahogy előre haladunk az időben, ez a hungarusz tudat ez elhalványul, és ugye megjelennek azok az önálló nemzeti hát törekvések a Szent Istváni Magyarországon belül, ugye a szerbek, románok és szlovákok részéről, melyek hát ugye elvezetnek oda, ahova elvezettek. Igen, hogyha most tényleg kicsit előreugrottunk, akkor ugye hadd kérdezzem meg, vagy hadd jegyezzem meg, ugye ezredes úr, ugye a Magyar Honvédség ugye 1848-ban születik. Tehát itt még császári királyi hadsereg magyarországi tábornokairól beszélünk. Tehát 1848-ban jön létre a Magyar Honvédség, és azok a magyar katonai hagyományok is valójában hát 1848-hoz, 49-hez köthetők. De azért érdemes ugye visszatekinteni erre a korszakra is. Természetesen, hiszen 1848-49 után van egy kis szünet 67-ig, maradjunk annyiba egy kis visszaesés ebbe a dologba, hiszen a jogok utána, a hadseregbeli jogokra gondolok ebben a helyzetben, akkor kezdenek egy kicsit kivilágosodni. De valóban így van, hiszen 48-tól mondhatjuk azt, hogy komoly szerzők dolgozták már fel a tisztek, tábornokok, főtisztek, illetve más rendfokozatoknak a történetét, bemutatták ezt. Utána természetesen találkozunk már hasonlók, az első háborús tábornoki kart is megfelelő módon sikerült feldolgozni, vagy a két háború közti katonai vezető, katonai, akkor idézem, elit bemutatása is megtörtént.
És ha végigmegyünk, már azért a mi történelmünk az egész, ami történt. Tehát 45 után is a mi történelmünk van. Nyilvánvalóan ott is megvannak azok az információk az akkori katonai vezetésről, de a NATO-ba való belépés utántól is, vagy a töröljük a sorkötelezőséget után is, ugye 2000-es évek elejétől. Visszamenőleg a kérdésre válaszolva, valóban így van, 48 előtt, 1848-49 előtt hiányok vannak, nagyon komoly hiányok, és ez többször kicsit oktatásra és visszatérve a hallgatók is hiányolták, hogy hova lehet nyúlni ezekhez az emberekhez, hol lehet megtalálni azokat a vezetőket, katonákat, felső vezetőket, mondjuk így, tábornokokat, akik valamilyen módon részt vettek azokban a hadműveletekben, amely erről az időszakra datálható. Ez így van, tehát ezt csak megerősíteni lehet ismételten, hogy egy hiányportó dologgal találkozunk most. Ha már a katonai hagyományokról beszéltünk, akkor mit üzennek ezek a katonai hagyományok a mai embereknek, a mai fiataloknak? Gondolok itt a honvédelem, az önvédelem kérdésére. Nyilván a könyvből szeretnék kiindulni, ezek azért azt is üzenik a mai fiataloknak, hogy bárkiből lehet bármi. Ha megfelelően képzi magát, akármilyen szintről indul el, megfelelő elhivatottsága van, szereti a hazáját, azért ezt kész tenni, és ezeket a gondolatokat magáévá teszi, akkor akár egyenruhában is oda föl tud emelkedni a legmagasabb vezetői szintre. Ez egyik ilyen nagyon fontos dolog. A másik pedig mindenképpen az, hogy ezek a területek egyes időszakban azért kicsit elszakadtak akkori közvéleménytől, az akkori civil érától, mondhatjuk így. Ez nagyon fontos, hogy az ilyen kötetek, én úgy gondolom, hogy a mai világ kicsit közelebb hozhatják az egyenruhásokat, közelebb hozhatják az együttélőkkel, tehát a magyarul a polgárokkal. És miért fontos ez? Azért fontos, mert én úgy gondolom, az egyenruhás magamat is belétve részét képezi ennek az egész rendszernek, és ahhoz, hogy a teljes intervallumban ismerjük ennek a történetét, ez csak erősítheti a kapcsolatokat, és ez csak a megbecsülést is erősítheti, hiszen voltak időszakok a magyar történelemben, a hadtörténelemben, amikor a katonára nem néztek nagyon boldogan, a 20. századról beszélünk most nagyon gyorsan, nem volt éppen leányálom egyenruhába végigmenni az utcán se például. De úgy gondolom, hogy napjainkban már, illetve az elmúlt években, elmúlt 20 évben, 25 évben eljutottunk oda, hogy az állampolgárok tisztelik a katonákat, elvárják tőlük azt, amit elvárhatnak, a segítséget meg is kapják ezt, és én úgy gondolom, hogy a vezető réteg, amiről a szerző is nagyon szépen ír ebbe a könyvbe, ma a 21. század elején is egyre magasabb szintet üt meg, jól felkészült, tud alkalmazkodni az új kihívásokhoz, nagyon gyorsan magaévá teszi az új elveket, egyéb elgondolásokat, és ez úgy gondolom nagyon fontos. De még egy dolgot hadd mondjak kicsit hadművészként egy mondatban, azért az időszak, amit a kötet is vizsgál, illetve ameddig eljutottunk, de akár mehetnénk vissza Nagy Sándorig, nincs nagy változás ebben a hadművészet hadtörténetben, hiszen ugyanazok az elvek működnek, ugyanazok a manőverek működnek, csak más eszközökkel, más sebességgel és más célok alapján. Tehát ez egy nagyon érdekes téma. Erről az jut eszembe, hogy ha ezt a jó Epaminondász hallaná és látná, akkor újdonság nem történne. De ezredes úr, azért tegyük hozzá azt, hogy ahhoz ezek, hogy a magyar katonai hagyományok ilyen szépen beépüljenek a fiatalok tudatába, azért ez a Hadtörténeti Intézet és Múzeum nagyon sokat hozzátesz. Ez így van, és úgy gondolom, hogy csak így működhet ez a dolog. Ha nem tesszük hozzá a múltunkat ez a dologhoz, amit a Hadtörténeti Intézet és Múzeum megtesz, és ezért is van egyrészt, hogy a fiatalokat, a mai fiatalokat valamilyen irányba egy kicsit kimozdítja abból a helyzetből, ami inkább a gyorsasága, leteszem, nem foglalkozom vele. Tehát magyarul valami érzéseket kell belég plántálni, és az érzéseknek az alapját pedig a történelem kell, hogy adja. Lehet, hogy mindenki nem szereti a történelmet. Lehet, hogy mindenki nem szereti minden időszakot elképzelhető, de mindenkit meg kell érinteni valamilyen módon, és mindenkinek meg kell valamilyen módon mutatni azt, hogy építheti föl ezt a dolgot, és mit vehet ki belőle, mit hasznosíthat belőle. És azért legyünk őszintén, a fiatalok is nagyon fontosak, de az a szülői garnitúra, az a néhány, hát mondjuk így, hogy 40, 50, 60 éves korosztály, azért én úgy gondolom már,
már nagyon komolyan foglalkozik ezzel a dologgal, hogy a fiatalokat, a gyerekét, majd az unokáját is a hazaszeretetre nevelje először is, megismertesse azokkal a hagyományokkal, amelyekre büszkék lehetünk, és természetesen nagyon lényeges kérdés az, hogy a katona ebben a helyzetben őt védi, a katona érte van, és a katona azért van, hogy ezt az országot szolgálja, és ezt ha megértik, akkor már nincs nagy gondunk, akkor már jó úton járunk. Igen. Hát ez a hazaszeretet, ez a nemzet szeretete, a történelem iránti, a magyar történelem iránti affinitás, hát a Magyarságkutató Intézetnek is az egyik arszpoétikájaként fogalmazható meg. De visszatérve a kötetre, hány tábornok szerepel benne? 215 tábornok szerepel benne. Ugye a teljes tábornoki kar, az aktívan szolgáló tábornokok kara az 880 főt tesz ki, hiszen ugye a magyarok mellett némi komparativitásra szükség volt, tehát kellett az egész tábornoki kart kutatni, és a forrásokat a teljes tábornoki kar tekintetében végig kellett nézni. Ugye ennél egy jóval magasabb szám 1244-46 körül van az, aki a tábornoki címet viselte, de ezek közül sokan aktívan nem vezényeltek, nem láttak el szolgálatot. Hogy miért nem az, arra most nem térnék ki, az egy elég hosszú dolog lenne, és ebből a 880-ból 215 magyarországi kötődést tudtam találni, és ők voltak azok, akiket elég komoly részletességgel vizsgáltam a kötetben. Na most az elég komoly részletesség, ez azt is jelenti, hogy levéltárak, hazai, külföldi, gondolom elsősorban az osztrák, a bécsi levéltárakban kellett dolgozni. Tehát a kérdés az, hogy milyen források alapján lehet összeállítani ezt a könyvet. Ez mind a kettőtökös szó, hiszen te hosszú időt töltöttél Bécsben. Igen, volt szerencsém Bécsben, igen, a Kriegsarchivban delegátusként dolgozni 3 évig. István munkáját hát látva ez nem egy idillésre méltó feladat, ugyanis a későbbi korokban, már a K&K időszakban, tehát a kiegyezés után, sőt már egy picit hamarabb, ezeket a tiszti nyilvántartásokat elkezdik lényegében egy helyen gyűjteni, a minősítési lapokat és egyebeket, tehát az illető neve alatt nagyjából föllelhető az teljes szolgáltatára vonatkozó összes lényeges információ. Hát István nem volt ebben a szerencsés helyzetben, ugyanis itt rengeteg anyagból kellett összeraknia a képet, tehát nem egy helyen volt ezek az információk megtalálhatóak, még a levéltárban sem, hanem nagyon sok fontból, állagból, sorozatból, olyan helyeken is, amit az ember első pillanatásra nem is gondolna, hogy talál releváns személyi információkat, tehát meg lett a kötetben nézni, hogy gyakorlatilag még a Kriegsarchivomban is, tehát a bécsi hadilevéltáron belül is 4-5, adott esetben 4-5 fontból lehetett ezt a képet összesakkozni, összeállítani. Tehát ugye minél korábbra megyünk az időben, annál nehezebb az ilyen kutatásokat hát végrehajtani, és ráadásul ugye István dolgát nehezítette, hogy ebben az időszakban azért még a személyi nyilvántartás, hogy ki, pontosan ki mikor, hol született, ki volt a apukája, tehát a személyi adatok, ezekre a hadsereg nagyon kevéssé volt kíváncsi. Tehát a hadseregnek egy szolgálati idő kellett, azt, hogy most valaki éppen 20 éves volt, vagy 18, az igazából az senkit se érdekelt különösebben, és így nagyon nehéz ezeket az adatokat felfejteni. Én magam is a saját kutatásaimból tudom, hogy lehet, hogy valakit egy évben 40 évesnek mondanak, a következő év mustrában megkiderül, hogy 45 éves, most akkor melyik az igaz. Ebből a hadseregnek nem volt érdekes, a szolgálati idő, ami után a zsold meg az előléptetés, tehát ami ezekből következett, na az érdekes volt, azt napra pontosan vezették. Az életkor az, meg az, hogy ki hol született, nem játszott különösebb szerepet. Nyilván egy Eszterházi hercegnél ezeket lehet tudni, de van rengeteg hát polgári, kisnemesi származású ember, akinek a teljesen úgymond a származása homályba vész, és István ezt a homályt tudta adott esetben nagyon kemény szívós kutatással oszlatni. Hát olyannyira, hogyha ezt hozzá tehetek, hogy igyekeztem anyakönyvi szintig kutatni. Tehát körülbelül a tábornokok harmada, picivel több mint harmada az anyakönyvi szinten megvan, tehát a születése. Nagyon pontosan tudtam azonosítani. Tehát ez önmagában egy nagyon érdekes munka volt, hogy egy hatalmas nagy anyakönyvi adatbázisból ezeket különböző nagyon-nagyon apró jelekből megtalálni. A másik része pedig az, hogy,
hogy nem csak, hogy nem volt egy egységes személyügyi nyilvántartás, korszakban egyébként változott, tehát még ezen belül is változott legalább kétszer, hanem az iratok fennmaradásának a gyakorisága is teljesen, hogy meg kiszámíthatatlan. Tehát nem lehet azt tudni, hogy én nekiállok egy személyanyag kutatásának, hogy mi lesz meg, és mi nem lesz meg. Viszont nagyon sok helyről lehet apró információkat összeszedni. Vannak olyan tényleg eldugott kis helyek, nem tudom, hogy ilyen előléptetési former protokoll, azt sem tudom magyarul ezt, hogyan mondják. Ez is ugye a szakmáknak egy nehézség, hogy magyar terminológiája se nagyon van, ezért kell például a bevezetőben egy terminológiai tisztázást megtenni. Tehát nagyon sok helyről kellett ezeket összeszedni, és viszont nagyon szépen össze lehetett állítani az egyes LEGO elemeket, mondhatni így, tehát tényleg ilyen szó szerinti legózással sokszor. És tényleg végül is nagyon jól összeállt, és elmondhatom azt, hogy minden egyes tábornoknak a teljes tábornoki szolgálatát 100%-os lefedettséggel meg tudtam találni, ami azt gondolom, hogy amikor a kutatásnak nekiálltam, én akkor nem gondoltam, hogy ez sikerülni fog. Az utolsó, csak érdekességként mondom, Csekonics József, akinek a neve talán ismerős lehet, hiszen a mezőhegyesi, illetve a bábolnai ménes alapításánál ő kulcs szerepet játszott. Tehát ő volt az, akinek az utoljára találtam meg az előléptetését. Fantasztikus öröm. És innen kell a köszönetemet kifejeznem mindazoknak, akik ebben nekem segítségemre voltak. Ugye elsősorban a Bécsi Magyar Kirendeltség tagjai, ugye Balázzsal az élen, hiszen ő nagyon-nagyon sokat segített. Lenkifi Ferenc, Kis Gábor, tényleg Solymosi József, Dobokos György nagyon-nagyon sokat segítettek, és ő nélkülük ez a kutatás ez nem mehetett volna végbe. És hát a végére hagytam, de szintén nagyon-nagyon fontos a Family Search nevű internetes oldal, ahol elképesztő mennyiségű forrás található meg digitalizáltan. Ezeknek a forrásoknak a jó részét egyébként nem lehetne használni helyismeret nélkül, tehát forrás és anyagismeret nélkül, amit ugye Bécsben kellett megszerezni, de az anyagkönyvek is itt nagyon nagy mennyiségben fönt vannak. Nem csak ott, máshol is, de itt tényleg fantasztikus mennyiségben vannak fönt, és hát ezt az oldalt, ezt tényleg nagyon sokat használtam, és tényleg csak köszönetemet tudom kifejezni az alkotóinak. Visszakanyarodva ehhez az évszámhoz, az 1708 vagy 1815, ugye ezek valójában alig van olyan esztendő között, ami ne lett volna háborús esztendő. És ugye a Habsburg birodalom, ezt a terminológiát használva, ugye a Habsburg birodalom gyakorlatilag a korszak valamennyi háborújának a részese volt, talán az 1806-os koalíciós háborút kivéve. Akkor is volt mozgósítás. Is mozgósítás is volt, hogy 1805 után, Austerlitz után elég nehéz lett volna komoly haderőt fegyverbe szólítani. És általában azért a császári királyi hadsereg vereségeket szenved ezekben a háborúkban, ezekben a koalíciós háborúkban. Miért érdemes mégis foglalkozni ezekkel a tábornokokkal? Tehát ambivalens a dolog, hiszen azért kiválóbbnál kiválóbb katonák voltak, de a hadsereg, a birodalom mégis vereséget szenvedett. Mi lett ennek az oka? Hát ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, most próbálom magam visszafordulni, ne reggelig üljünk itt, hogy több eszmefuttatás is eszembe jutott ezzel kapcsolatban. Először is talán a kép az nem annyira sötét, mint amennyit amit a köztudat sugal, vagy ami a köztudatban benne van. Hiszen ugye a korszakban melyik a legismertebb hadjáratok, csaták? Hát azok a legismertebbek, amikben Napóleon ugye volt akár mint Napóleon volt Bonaparte tábornok, akár mint első konzul, akár mint császár. És ugyanakkor meg azok a mozdanatok, ahol ő nem volt jelen, tehát ugye az első koalíciós háborúban nyilvánvaló az itáliai fronton kívül azért elég, utána ugye elment Egyiptomba szépen, tehát és a második koalíciós háború számtan frontján, és később is nyilván ő nem volt személyesen jelen, és bizony ezekben a hadműveletekben azért a császári királyi hadsereg azért szerzett jó néhány pontot, hogy így fogalmazzak a franciák ellen, tehát aratott jó néhány győzelmet, és ezekben a magyar tábornokok valóban nagyon, nagyon fontos szerepet játszottak. Ugyanakkor, meg hát ahogy az ember mondjuk a Marengói csatát olvassa 1800. június 18-án, 14-én, 18-án az Győr,
Az is 14-e, az is 14. Mert Marengo unokája. Marengo, és igen, Finland, igen, igen. Akkor Waterloo június 18. Waterloo, igen. Tehát június 14-én, akkor ott azért az a császári királyi hadsereg, amit egyébként ugye már említett Melasz Mihály, ugye egy szász származású, mégis magyarországi hungarusz tábornok vezeti a császári királyi hadsereget. A táborkari főnöke, hogy ez egy Anton von Zach, vagy Zács nevű budai német orvosnak a fia, és a császári támadó hullámot, az első oszlopot, azt Hadik Károly vezeti, Hadik Andrásnak a fia, és el is esik egyébként ebben a csatában. Tehát itt nagyon erős a magyar jelenlét. Mint átkorolást meg az Ott Péter vezeti. Igen, Ott Péter. És hát ha ezt a csatát megnézzük, az utolsó, hát itt ezt nem Napóleon, vagy nem Bonaparte nyerte meg, hanem az osztrákok vesztették el, vagy a császári királyi hadsereg vesztette el. Nagyon-nagyon szűk meccs volt, és az egész történelem akkor talán másképp alakult. Tehát ez egy akkora hazárdjáték volt itt, kicsit könnyelműség, kicsit hazárdjáték Bonaparte részre, mert végül nyert, tehát rárakott mindent a pirosra, és végül kipörgette a gép a pirosat, de azért nem mondanám azt, hogy itt arról van szó, hogy itt van egy... Tehát igen, a császári királyi hadseregnek van egy ilyen pofozógép szerepe, talán ha felületesen nézzük ezeket az eseményeket, de azért vannak sikerek, amikre büszkék lehettek az akkori katonai vezetés, és a magyar tábornokok pedig nagyon szépen, ugye Kraj, Melasz és a többiek elég sok sikerrel is büszkélkedhetnek. De nem akarom a kérdést megkerülni. Ugye a végső soron 1815-ben, ugye már 1814-ben, ugye, hogy talán ne a császári királyi hadsereget emlegessen, mindig azért a kozákok itatták a lovaikat a Szajnában. Tehát ugye Napóleon tehát a sok csatát megnyerte, végül azt az egész háborút, az egész háború sorozatot, ezt a nagyon véres, nagyon hosszú ideig tartó koalíciós háborúkat végül a szövetségesek nyerték meg, és sikerült nekik létrehozni egy olyan rendszert, ami végül is főbb vonalaiban egészen 1914-ig megakadályozta azt, hogy tehát korlátozott háborúk ugye voltak a német egység kialakítása kapcsán és olasz egység kapcsán, krími háború, tehát lehet mondani sok összecsapást, de végső soron egy európai háborút 100 évig sikerült elkerülni tárgyalásos úton, és ugye Napóleon személyiségébe volt kódolva a folyamatos provokálása és a folyamatos háborús feszültségnek a keltése, és ez ugye egy idő után már szerintem kicsit patológikussá is vált az ő személyiségében, minden zsenialitása mellett ezt látni kell. A marxista történetírás nyilvánvalóan a franciákra osztotta, és Napóleon osztotta a haladó szerepet. Tehát ők azok, akik a polgárság, vagy a francia hadsereg az, ahol mindenhol elhozta a kód Napóleont, és a feudális rendszernek véget vetett, ugye ez is egy pontatlan terminológia. Viszont hogyha ezt egy kicsit ennek a mélyre tekintünk, azért ez egy nagyon felszínes és nagyon leegyszerűsítő ábrázolása ennek a képnek, hiszen a császári hadsereg vezetése és tábornokai sem arisztokratákból álltak főleg, hanem olyan emberekből, akik magukat hosszú-hosszú évtizedek szorgalmas képzése és rengeteg fáradtság, sebesülés és különféle hadi érdemek révén pusztán érdemeikre való tekintettel jutottak el oda, ahova jutottak. Abban viszont a franciáknak valószínűleg fória volt, vagy előnye volt, hogy ez a tábornoki kar az rendkívül fiatal és rendkívül dinamikus volt. A császári király, mire eljutott erre ezekben az évtizedekre, már egy picit talán előregedett, és ez a magyar tábornokokra is igaz. Ebben az időszakban azért a hadakozás hihetetlen fizikai igénybevétellel jár. Tehát hogyha azt vesszük, hogy valaki mondjuk rossz döntéseket hozott, vagy mondjuk Kraj miért nem csinálta ezt meg azt 1800-ban, amikor 1799-ben olyan sikeres volt, Radetzky emlékirataiban lehet olvasni, hogy neki az 1813-as őszi hadjárat kipihenése 3 évbe tellett, mire fizikailag regenerálódott azokban a hihetetlen nehézségekből, amit ugye ez aki mondjuk magára vesz egy korabeli posztoruhát, és kimegy a napra, az érzi, hogy milyen, vagy felül a lóra, és akkor ott néhány órát eltölt ebben a felszerelésben, az érzi, hogy milyen iszonyatos fizikai kihívás is volt ez a
katonai élet akkor. Igen, és hát akkor most itt elhangzottak nevek, ugye a magyarországi tábornokok. Ki önök közül kit emelnének ki, Ezredes úr például, kit emelnek ki, ki lenne az a tábornok, vagy kik azok, akiket azt mondja, hogy hát igen, ők azért kimagaslanak. De ugyanez a kérdés a beszélgető partnereinkhez is. Hát igazság az, hogy én nem akarok személyeket kiemelni, inkább magát a rendszert kéne egy kicsit jobban megtekinteni. A Balázs nagyon utalt ezekre a dolgokra, hogy például a franciák miért voltak egyes helyzetekben jobbak ennél a haderőnél, és a fiatal szó elhangzott, és elhangzott a másik oldalon az, hogy a képzett, sok éven át képzett, gyakorlott, stb. Csak egy kicsit talán itt ez a helyzet ebben, hogy van egy kicsit dogmatikus erő, meg van egy friss és hozzá mer nyúlni új eljárásokhoz erős. Azóta francia, legyünk őszinték. Tehát akár a tüzérség alkalmazását nézzük ebbe a helyzetbe, akárhol. Itt azért egy kicsit konzervatívabb volt a felfogás, de nyilvánvalóan az oktatásban, vagy a képzésben, vagy amit látott egy feltörekvő tiszta, kiből tábornok lett, nem is nagyon lehetett újat alkotni, hiszen ezek voltak a beidegződések, ezek voltak a szabályok. Míg a másik oldalon pedig szabad keze volt akár a hadtestparancsnokoknak, itt emlékezünk rá a Napóleonnál külön menetelni, együtt harcolni elv, egy újdonság volt, hiszen a logisztika már akkor is komoly szerephez jutott a haderőnek a szerepébe, és akkor még oda mentek, ellátjátok magatokat, majd találkozunk ott, én megmondom, és ott megvívjuk azt a csatát, vagy ezt az ütközetet. Tehát egy nagyon fontos dolog, és azért mondom, inkább azért nem is személyekre gondolkodva, hogy bár a képzettség nagy, de valami visszafogottságot én azért mindig éreztem ebben az időszakban, hogy egy kicsit ezek a vezetők egy kicsit ragaszkodtak azokhoz az elvekhez, amelyekhez majd az első háborúban például, vagy az első, a második háborúban, az első háborúban a franciák ragaszkodnak, és azért tudják őket mondjuk a németek megmenni. Tehát van egy ilyen konzervativizmus ebbe a haderő vezetésbe is, és inkább én erre koncentrálnék. Lehet esetleg azt mondani, hogy az 1848-49-es Magyar Honvédség tábornoki kara, akik ugyanilyen fiatalon és nagyon rendkívül gyors lendülettel jutnak el ezekbe a beosztásokba, egyfajta analógia mondjuk a francia hadsereg? Nem vagyok egy szakértője a 48-ban, vannak nálam sokkal képzettebbek az intézetben, de aki egy kicsit olvasott vagy utána olvasott, egyértelmű az, hogy nem egy iskolában nevelkedő emberekről van szó, mindegyik hozza a saját területéről, akár a saját országából is a felkészültséget, és igen, valószínűleg az, hogy merészebbek, vadabbak egy kicsit az osztrák haderőn, és ezért jöhetnek azok a sikerek, amelyek ebben a helyzetbe sikert hoznak. Igen, magamról tudom, hogy amikor dolgozom, vagy foglalkozok egy-két személlyel, akkor egy kicsit úgy azonosulok vele, vagy úgy megkedvelem jobban, mint mondjuk a többit. Én Nagy Istvántól kérdezem, hogy biztos neki is van olyan tábornok, aki a szívéhez közelebb áll, vagy még közelebb áll, mint a többiek. Hát én mondhatom, hogy nekem 215 ilyen tábornokom van, de nagyon-nagyon elképesztően érdekes életpályákat láthattam a kutatásom során, és igazából mondjuk most kettőt emelnék ki ezek közül. Az egyik mondjuk Davidovics Pál, egy Buda környéki szerb kereskedő családnak a sarja, aki tulajdonképpen tényleg igazi self-made manként, ha szabad ezt ilyen mai kifejezéssel mondani, tényleg alulról kezdve legmagasabb pozíció betöltéséig emelkedett fel, fantasztikus karrier volt az övé, tényleg igazán kiváló tábornok volt. A másikat pedig Balázs már említette, ez a bizonyos Zach vagy Zach Antal, szerintem nyugodtan hívhatjuk őt Antalnak, én is rosszul mondtam, tehát Mélasz Mihálynak nyugodtan lehetne hívni. Zach esetében egy pesti orvos fiáról beszélünk, aki német, ráadásul ez a pesti orvos, ez Ausztriából telepedett be Esztergom érintésével Pestre, és ott lett, ha jól emlékszem, talán városi főorvos, viszont az a közeg, amiben bekerült, az egy rendkívül erős hazaszeretettől és magyarságtudattól átitatott közeg volt, és őneki három fia született,
Az egyik volt az Antal, a másikból világhíres csillagász lett, tényleg a legnagyobb korabeli csillagászoknak a barátja, közvetlen ismerője, és nem egy alkalommal írja magyar nyelven, magyarul, hogy mi magyarok. És rendkívül büszke volt magyarságára. Ugyanez igaz Záchnál is, aki ráadásul még a hadserege a legképzettebb táborkari tisztjei között volt, tényleg az elméleti képzettsége, merem állítani, hogy Napóleonéval vetekedett, pedig azért az egy hatalmas nagy mérce, rendkívül jól működött. Hát tulajdonképpen, ahogy a Balázs említette, a marengói csatát a császári királyi hadsereg megnyerte. Az, hogy éppen az az ezredparancsnok, amelyik az üldözést végezte, az gondatlan volt, és nem állított előörsöket, és nem vette észre, hogy egy francia hadosztály jön, és ott elsöpörte a hadsereget, az tulajdonképpen az egy szerencse kategória volt a franciáknak, és ezt Záh tervelte ki. Tehát lényegében ő azt lehet mondani, hogy egy olyan hadműveletet dolgozott ki, amelyben Napóleon éppen, hogy nem szenvedett vereséget. És hát utána ő azért már politikai vonalon sok támadást kapott, parkolópályára is tették, de végül is tényleg egy nagyon magas táborszernagyi rangig jutott. Tehát nagyjából talán ő... Igen, tehát elhangzott a táborszernagyi Krajpáról is. Itt a felvezetőben is beszéltünk róla, hogy említettem, hogy Lázár Balázs éppen Krajpál táborszernagynak a életrajzát írta meg egy kiváló munkába. Őnek milyen szerepe van ebben az időszakban? Hát nyilván erről is lehetne reggelig beszélni. Reggelig nem akarok. Semmiképpen sem akarok. De azért tegyünk róla említést. Hát Krajpájában sok érdekesség van, hogy egy szepességi cipszer, hát családsarja, Késmárki család. A nagyapját a Késmárki piacon még lefejezik, Heiszter tábornagy, császári tábornagy, mert ugye Kuruc Rákóczinak az egyik bizalmas embere, ez a Kraj Jakab, tehát ő azért viszonylag messziről indul, hogy mondjam, a család. Jókai írt a családról egy kis regényt, ez az apja, fia címmel, és azt kell mondjam, hogy Jókai nagy mesemondó volt, de elég sok adat a stimmel benne, tehát hogy a lefejezett Kraj Jakabnak a fia kihívja párbajra az apjának azt a császári tisztet, aki az apját úgymond feljelentette, ezt megöli, ezt a negatív figurát, úgy, mert tehát egy teljesen regényes a sztori, álnéven beáll a császári hadseregbe, tiszti rangot kap, és utána meg is kegyelmeznek a családnak, visszakapja a birtokait, a családi házát Késmárkon, és az ő fia lesz a táborszernagy, Pál. És hát igazából én azt tartanám még érdekesnek Krajban is, most itt nem akarom az ő tetteit és csatáit, sikereit elővezetni, mert tényleg elég sok időt igényelne, hogy ebbe a korszakba belegondolva azért ezek a magyar tábornokok, a Kraj, akár Alvinci, tehát akik hadseregparancsnoki beosztásig jutnak, vagy végrehajtanak, mondjuk Meskó is szerintem, vagy Gyulai, vagy Gyulai Ignác, vagy a lipcsei csata idején egy nagyon fontos szerepet, tehát a világ közvéleménye, ugye akkor már majd hatalmas sajtóélet van, rengeteg napilap van szerte tehát én mondjuk amerikai újságokban, a korabeli amerikai újságokban találok meg ezeknek az emberekről egy bemutatást, méltatást, és tehát ezek világhírű figurák. Tehát mondjuk egy Kraj, hogy aki ugye visszafoglalja Mantovát a franciáktól. Ugye Bonaparte 9 hónapig ostromolja, hát inkább blokád alatt tartja, megpróbálják a franciák ostrommal elfoglalni, nem sikerül nekik, tehát nagyon nem sikerül, és kiéheztetik végül ugye a garnizon. De 9 hónapig tart. Most Krajnak ez a módszeres ostromot, ez nyilván nem egyedül az ő érdeme, hanem annak a szaktudásnak, amiről ezredes úr beszélt, amit ugye hosszú évtizedek alatt meg tapasztalatnak lehet megszerezni. A császári királyi tüzérség utána Mantovát 3 hét alatt gyakorlatilag szabályos ostromművetek alatt visszafoglalja. Erről senki nem tud, hogy ugye az nagyon híres ott a Mantova környéki harcok, ugye 9 hónapig a felmentő, ugye jó számom, kb. 9 hónapig tart az egész hadművelet harcok. Egy évvel később, vagy 2 évvel később a császáriak egy magyar ember vezérletével 3 hét alatt visszafoglalják. Tehát ezek nagyon érdekes dolgok, amik teljesen kikoptak a magyar történeti köztudatból. Ugye Krajnak a hatalmas fekete márvány síremléke a belvárosi plébánia templomban van, hát ez az ország egyik eléggé frekventált temploma és frekventált helye.
amikor fotóztam ezt a síremléket, ugye, hogy a disszertációm az kép mellékletként, akkor egy öreg úrral szóba elegyedtem, aki ott a templomat matatott, és ő közölte, hogy hát ő olvasta ezeket a győzelmeket, amit ennek az embernek a fekete márvány síremlékére felvéstek. Ő meglehetősen jól ismeri a korszakot, és tényleg mondott elég sok ilyen napoleoni, tehát ott abban az időszakban, Lodi, meg Árkóla. Neki az a véleménye, hogy ez az ember ezt fizetett a papoknak, hogy fölvéssék. Ő ezekről soha nem hallott, amik itt vannak felírva. Neki, ő erre gyanakszik, hogy erről lehet szó. És akkor mondtam neki, hogy nem, ezek tényleg megtörtént, nagy, valóban nagy léptékű győzelmek és sikerek voltak, amik sajnos kihullottak a történeti köztudatban. Itt elhangzott azért a hadművészet kifejezés, hogy ezek az emberek azért a hadművészetnek igazi mesterei voltak. Mit hozott ez a korszak a hadművészet történetében? Milyen újdonságokat, és ebbe mennyire volt szerepe ezeknek a magyarországi tábornokoknak? Hát, ahogy az előbb is említettem, ez azért kétélű dolog. Tehát mi jön francia oldalról be, és mi van itt ezen a keleti oldalon, nagyon érdekes dolgot. Egy biztos, hogy nyilvánvalóan behozza azt, hogy a hadseregnek a létszám egyre növekszik. Tehát ez nagyon fontos, hogy a hadsereg szám növekszik. Ez azt is feltételezi, hogy ellátni kell ezt az erőt. Így aztán nyilvánvalóan megnövekszik a haderőnek egy a harcos része, de a kísérő része is megnövekszik, tehát az, aki ezeket a hadsereget kísérő, vagy felel azért, hogy az ellátás megfelelő legyen. Így aztán nem elhanyagolható dolog az se, hogy ki hol akarja megvívni ezeket a hadműveleteket, mekkora meneteket akar végrehajtani, ez már egy újdonság, vagy pedig valami szűkebb területre próbálja meg ezeket a hadműveleteket összehozni. Tehát én ebben az időszakban azt látom, hogy nyílik egy kicsit az olló, tehát az idézőjelben tett hadművészeti olló egy kicsit nyílik, újabb, kisebb eljárás változik meg, de ahogy említettem, a nagyobb eljárások, és itt a szerzőtől is hallottuk azt, hogy a megkerülés, különböző módok, egyebek azok nem változnak meg, de ilyen szempontból talán azt mondhatjuk, hogy a vezetés talán egy kicsit jobban alsóbb szintre megy lefelé. Tehát ez fontosabb. Tehát nem egy ember vezeti a haderőt, hanem a feladatok egyre jobban megosztásra kerülnek, és a vezetés is így alakulatokra, most rossz kifejezést használtam ebben az időszakokban, nyilvánvalóan adott szervezetekre. Én ezt látom benne. Tehát az, hogy kezd egy kicsit a vezetés megoszlani, nyilvánvalóan a vezető az megvan, a hadvezér, aki vezeti az egész jelket, de nagyon komoly felelősséggel bírnak már azok a vezetők, akik hadosztályokat vezetnek, ezredeket vezetnek, és ez már egy kicsit újdonságként merül fel. Tehát egy kicsit szabadabb döntéseknek időszakába lépünk ebbe az időszakba. Én legalábbis így gondolom, nem biztos, hogy jól. Igen, és sajnos, bocsánat, visszakanyarodva az előző témára, sajnos ebben van egy kis deficit császári király oldalon, tehát az önállóságban. Tehát ugye ott van egy merev rendszer pontosan a vezetésre vonatkozóan, hogy mindenki felülről várja, hogy mit kell csinálni, mert hát így szocializálódtak, és hiába van egy nagyon bátor, mondjuk ezret, mondjuk huszárezret parancsnok, nagyon önálló volt korábban, remek eredményen harcolt, van számos ilyen parancsnok. De kicsit magasabb szintre kerülve már nem tudja ezt az eredményt hozni. Tehát az önálló döntéshozás. Az önálló döntéshozással, mert az egész hadsereg szocializációja olyan, hogy jaj, csak nehogy. Az egész monarchia az is speciális helyzetben van, mert azért itt a hadsereg, tehát itt nagyon inkább a monarchia abban érdekelt, mindig védekező, alapvetően defenzív védekező háborúkat vívott a 18. század folyamán. Az alapvel, hogy ne kapjunk ki, a hadsereg megmaradjon, ne az, hogy fényes győzelme, tehát Napóleonnak a legitimációja fényes győzelmei, a Habsburgoknak bőven elég, hogy ne kapjunk ki nagyon. Tehát azért ez egy olyan szemletbeli különbség, ami szerintem nagyon sok mindent megmagyaráz. Ha én behozhatok még egy szempontot, amit Ezredes úr említett, ez az önálló döntéshozatal, ez éppen a magyarországiaknak kedvezett, hiszen még nem esett szó a huszárokról. A legmagyarabb csapat nem. Maga a legénység tekintetében 100%-osan magyarországi hadkiegészítésű. Vezetés tekintetében is a legmagyarabb, tehát itt szolgáltak legnagyobb arányban magyarok. És etnikai magyarok. Etnikailag is magyarok, igen, tehát igen. Így van. Én, ez ugye nálam már szinte természetes, hogy a magyar az etnikumra utal, a magyarországi az pedig ugye a hungarus tudatra utal. Tehát
azok az elő-utóvédparancsnokok, a kisháborús hadműveleteknek a vezetői, aki fő- és törzstiszti szinten rendkívül öntevékenyek, azok egy ilyen magasabb szinten, dandár és hadosztály szinten is ezt meg tudják csinálni, és ők nagyon magasra emelkednek. Viszont az ő esetükben általában ott van egy plafon a fejük felett. Tehát ők már hadsereg élére nem, vagy csak nagyon-nagyon ritkán kerülnek. Tehát ez a fajta öntevékenységnek pontosan ennek a hadseregnek a tulajdonságai miatt van egy ilyen érdekes tulajdonsága, egy ilyen plafonja, viszont egészen addig a tényleg a kiváló képesség és nagyon öntevékeny magyar tisztek előtt az út szabad volt, és nagyon-nagyon sok, hát a 215-ből kb. 100 az, aki magyar nemzetiségűnek is vehetünk ezek közül a tábornokok közül, jelentős részük huszárként harcolt, tehát ők valóban föl tudnak emelkedni. És ez egy nagyon fontos, és ez a fajta változás, én azt gondolom, hogy a magyarság előnyére vált. És akár ez a magyar katonai hagyományokban is egy fontos szerepet játszott. Majd 1848-49-ben így van, például. Így van. Hadd kérdezzem meg, hogy persze furcsa a kérdés, vélemény, nem lezárt munkáról van szó, sose lehet befejezni, sose lehet lezárni, lehet egy ponton megállni, de gondolom, hogy tervben van a folytatás, és ha szabad kérdeznem, az mi lesz, és hogyan állunk hogyan áll ezzel a kutatással? Hát azt, hogy nem lehet lezárni egy kutatást, arra éppen tegnap előtt jöttem rá, hiszen az egyik 215 tábornokból az egyiknek egy fiára leltem, aki nincs benne kötetben, tehát majd valamikor sok-sok év múlva talán egy javított kiadás is megjelenhet, tehát ilyen szintű kutatás is lehetséges, tehát még több adatot még inkább mélyíteni erről a 215 emberről. Magát a kutatást több irányba lehet folytatni. Egyrészt ugye ott van az a 665, hogyha jó, 665, igen, aki nem magyar, hiszen őket is érdemes lenne megnézni, hiszen egyrészt magának Habsburg monarchiának a teljes tábornoki kara egy érdekes dolog, és hát ugye a teljes föl van dolgozva, akkor a komparatív vizsgálatok nagyon-nagyon érdekesek lehetnek. Tehát például a csehekkel összehasonlítva a magyar tábornokok milyen szerepet játszottak, milyen teljesítményt nyújtottak. Ugye ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség pedig a hadsereg vezetésének alsóbb szintjeit kutatni, tehát a törzstiszti, illetve a főtiszti kart kutatni. Réfi Attilának ebben fantasztikus eredményei vannak. Viszont lektora volt egyébként. Így van, lektora. Én egy kicsit más irányból közelítem meg. Én egy keresztmetszetet próbálnék venni, megnézni mintavétel jelleggel, hogy egy-egy magyar egységnek hogyan néztek ki a tisztjei, és ez a kutatás tulajdonképpen éppen a napokban zárul le, és ennek az eredménye intézetünk kiadványaként remélhetőleg az idejében meg fog jelenni. Tehát ez is ennek egyfajta folytatása lesz, és el kell mondanom, hogy nagyon-nagyon érdekes eredmények vannak, hiszen magának annak a kutatásnak a kiinduló pontja az a Magyarországgyűlési tárgyalás, amelyben a Magyarországgyűlés több alkalommal is kifogásolta, hogy a magyar egységek élén miért nincsen több magyar tiszt. És ezt próbálom megvizsgálni, hogy valóban igaza volt-e az országgyűlésnek, és hogyan alakult ez a kérdés. Nagyjából ezek azok a területek, amivel lehet ezt folytatni. De természetesen egyébként még személyi anyag kutatás az egészen a legénységi szintig lehetséges. Tehát itt is egy mintavételezési módszerrel lehetséges azt vizsgálni, akár hadkiegészítési szintig egyénig egészen elmenve, és azt gondolom, hogy szintén akár hadtörténeti vonatkozásban, de akár társadalomtörténeti vonatkozásban is ennek nagyon érdekes eredményei lehetnek. Szóval Balázsa nagyon sokat beszélgettünk a hadkiegészítésről, és gyakorlatilag nem nagyon lehet tudni, hogy pontosan ez hogyan zajlott, akár fizikailag a toborzás, vagy hát a pontosan az egyén felvételei hogyan. És fantasztikus adatok vannak, tehát a hadilevéltárban, tehát mondjuk testmagasságra azért olyan adatsorok vannak, tehát hogy a korabeli férfi lakosság testmagasságát gyakorlatilag teljesen be lehet lőni, hogy milyen átlagban. És ugye a nemzetiségek miatt akár az egész monarchiára ezt el lehet végezni, azon nagyon kevés ilyen adatsor van, mondjuk szerintem a 18. századból, 19. század elejéről, akár egész Európát nézzük, hogy ilyen. Tehát a Habsburg katonai bürokrácia az egy elképesztő hagyatékot hagyott ránk. Tehát talán a hadakozás
mellett és helyett is néha talán adminisztráltak, de hát ennek egy óriási, ugye történészek, levéltárosok számára ennek egy hatalmas jelentősége van. Hát, csak egy apró adat erről, hogy az a mustrahanyag, ami gyakorlatilag a személyi nyilvántartásnak a törzsét képezi, amit beszéltünk, hogy sokféle van, de az egyik és a legfontosabb, az 12 000 doboz, sőt, picivel több is annál. Tehát a Musterlisztenon standesztabelen állnak. Tehát ilyen mennyiségű anyagokat kell elképzelni. És akkor még ugye haditanácsi iratok, segédkönyvek, iktatókönyvek, és még akkor nem is megyek el egészen a kasszakönyvekig, amik ugye legfontosabbak. Tehát az, hogy mikor született egy tábornok, az nem volt fontos, de az, hogy az 1799-es évi kassai kasszakönyvben hányadik oldalon van az ő kifizetése, az fontos volt, és azt leírták. Igen, mert itt van egy fontos forrás hiány, a monarchiának rengeteg háborút kell viselni, nagyon rossz, nagyon húzatos helyen van, úgy így fogalmazok, Európában, tehát nagyon sok helyről jöhet a... ugye oroszok, törökök, franciák, poroszok folyamatos kihívás van. Ugyanakkor nincsenek gyarmatok, nem nagyon vannak külső erőforrások, jó, az angolok pénzelik őket időnként volt. Tehát nagyon meg kell nézni, hogy hova megy minden egyes forint, minden egyes fillér, és ezért van egy hatalmas pénzügyi adminisztráció emögött. És ahogy István is említette az előbb, hogy nem minden katona és tábornok ugye harcolt. Hát itt van az adminisztrációnak, igen, a pontos igen vezetése, az hihetetlen magas szint kellett, igen, és nagyon jó felkészült emberek kellenek. És itt van az a plusz állomány, amit keresünk ebből a dologban, az itt van mindenhol, igen. Most így visszagondolva, néhány héttel ezelőtt volt itt egy 15 éves háborúval kapcsolatos konferencia, ahol éppen pont erről tartott előadást Kenyeres István főigazgató úr, hogy már akkor micsoda a katonai bürokrácia, tehát ott épül ki valójában az a bürokratikus struktúra, amelyet aztán ez a birodalom, ez visz tovább a 18., a 19. és valójában az első világháborúban is. Tisztelt nézőink, kedves hallgatóink, a mai beszélgetésünkön Nagy L. István tudományos főmunkatárs kollégánknak a legújabb kötetét mutattuk be. A korszakról beszélgettünk dr. Horváth Csaba ezredes úrral, Lázár Balázs osztályvezető úrral és magával a szerzővel. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, köszönöm, hogy a véleményüket, a gondolataikat megosztották velünk, a nézőkkel. És a befejezésként hadd utaljak arra, amit ezredes úr mondott, hogy a magyar katona az mindig is a hazáját védte, mindig is a nemzete volt az első, és így volt ez az adott korszakban. Bátran vállalták magyarságukat, és így van ez mai napig is. Úgyhogy legyünk büszkék a magyar katonai elődökre, hiszen van mire büszkéknek lenni. Büszkék lehetünk a magyar hadtörténetre, a magyar hadtörténet sikereire, és ezekből a múlt eseményeiből azt gondolom, hogy a magyar fiatalok bátran meríthetnek, és vállalhatják azt a hivatást, azt a nehéz hivatást, amit a magyar katonai hivatás jelent. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, kedves nézőktől pedig elköszönünk, köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!